Csibe, jó hangulatban telt az edzés. Optimisták vagytok? Ennek tudható ez be? És hogyha igen, akkor miért vagytok optimisták? Abszolút. Úgy érzem, hogy ez jó, mert így valahogy átsegítjük egymást ugye a rosszabb pillanatokon is. Most ideje lenne amúgy felfelé ívelni ennek a periódusunknak, és ideje lenne elkezdeni pontokat gyűjteni itt az EHF-be is. Optimistának kell lenni. És azok is vagyunk. Mostanában nem sok jó eredményt értünk el mind a bajnokságban, mint ugye utolsó EHF Kupa meccsen is ugye kikaptunk. Én örülök annak, hogy azért ide úgy érkeztünk, hogy tényleg a múltat elfelejtve, a jelenre koncentrálva, és tényleg, hogy holnap minél jobb meccset játszunk, hogy örülök a hangulatnak. Mivel lehet megverni ezt a Lipcsét? Mit láttatok eddig belőlük? Csapatmunkával. Mi nekünk az erőségünk, hogyha együtt játszunk, és együtt vagyunk eredményesek, mindenki támadásban meglövi a kis gólját, védekezésben teljes összhangban működünk a kapussal, nekünk ez az egy fegyverünk van. Készülünk a Lipcsére, de a saját játékunkat kell erőltetni. Nagyon sok sérültjük van, így azért nehezebb is rájuk készülni. Most is olvastuk, hogy megsérült valaki, nyilván mi az egész csapatra készülünk. Nem becsülöm le őket, nem is akarom túlbecsülni se őket. Én mindenképpen egy erős meccsre számítok, hiszen itthon vannak. Nyilván itt akarják tartani 2 pontot, de mi se fogjuk feladni, és szeretnénk most már tényleg mi is pontot gyűjteni a csoportban.